Megérkeztünk. Halljuk, fiam, köszönd meg Ezel bácsinak. Köszönöm, Ezel bácsi. Te vigyél majd el máskor is. Micsoda? Én akkor már nem is kellek. De kell lesz, csak ez a munka, hát ez inkább a férfiaknak való. De most nincs igazam. Tök jók voltunk úgy hárman. Rajtam nem újjon. Bármikor szívesen elviszlek. Pláne, ha te még nálam is gyorsabban tanulsz. Akkor én meg majd téged tanítalak. Mondjuk befejezzük azt a lovat. Rendben, megegyeztünk. Fura, milyen hamar megkedvelt. Én is benneteket. Akkor így már szent a béke? Ó, már régen kiengeszteltél azzal, hogy mindig segítesz. Hogy mellettem vagy. Csak ha szükség van rá. Igen, csak ha szükség van rád. A gond az, hogy egyre többször van. Erről szól a barátság, nem? Majd holnap felhívlak. Eysen. Az ajánlatom még mindig él. Milyen ajánlat? A kávé. Ilyen jó ez a karamellás. Már el is fogyott. Egyébként honnan tudtad, hogy ez a kedvencem? Megfigyeltem. Mint például azt is, hogy most nincs rajtad a jegygyűrűd. Levettem. Mikor azt a másikat próbálgattad Meliha néninél? Elég ütött kopottnak tűnt. Inkább csak régi, de még úgy is nagyon szép. Ráadásul Meliha néninek sokat jelent. Mert hogy? Mert csak azt kaphatja meg tőle, aki érdemes rá. Eysen, te is megérdemled, hogy boldog légy. Néha úgy érzem, te is csak álom vagy. Jó, persze, most itt vagy velem, meg közöttünk érsz, de egyszer biztosan eltűnsz. Nincs egy perce sem, hogy azt mondtam. Amíg szükséged van rám, nem tűnök el. Ígéret? A szavamat adom. Te nagyon veszélyes férfi vagy, Ezel. Mégis valahogy reményt adsz nekem. És a remény talán nem jó dolog. Felemelheti az embert, de ugyanúgy le is taszíthatja. És akkor inkább ne reménykedjek. Hát, ha ezúttal odafönn maradsz. Meglátjuk. Bízzunk benne, hogy történnek még jó dolgok. Egészen biztosan. Például, hogy összejön ez a hotel. Kezdetnek igencsak felemelő volna. Az a szálloda mesés lesz, most mondom. De főképp Csán legyen rendben. Ömerék. Mümtaz bácsiékkal együtt. Tényleg jól megvoltak. És Baharnak se legyen semmi baja. Nem lesz. Ezzel? Mit gondolsz, megbocsátott nekem? Kicsoda? Remélem, legbelül tudja, milyen vagyok. Talán amikor meghalt, már úgy gondolt rám. És akkor megbocsátott. Elképzelhető? Annyira szeretném ezt. Lehetséges. Reméljük, hogy megbocsátott.
Mondtam én neked. Elég csak egyszer oda menni, és már is tudják, mi a dolgok. Csengészt? Szólok neki, hogy... Szedd el! Hihetetlen! Hogy most? Kérlek, ne is gyere utánam! Semmi bajom. Elmennél nincs semmi bajom. Jenkinsnek néha vannak ilyen dolgai. Nekem is vannak. Úgyhogy nincs semmi baj. Tényleg nincs. És azt a lányt legalább ismerem. Mennél ezzel? Nem lehet, hisz megígértem. Amíg kellek, mellette maradok. Most ne maradj. Most senkire sincs szükségem. Ha rajtam múlna, hogy ennek az egész ügynek vége legyen, már régen lezártam volna. Ha a kiontott véremmel mások vére is elfolyhatna, habozás nélkül magamra lőnék. Ha egy szemvillantás alatt a saját világom ura lehetnék, és az idők végezetéig az is maradnék, semmi szükségem nem volna erre az életre.
De egyelőre még ezen a világon kell számot adnunk a tetteinkről. Ott, ahol az igazság tévedhetetlen karja nyúl felénk, mérgezett serlegét tartva ajkaink elé.